A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hadd adjunk hálát neked azért, hogy a te jóságod, a te szereteted, a te törődésed körülvesz bennünket. Annyiszor megtapasztaltuk már az életünk során, Urunk, hogy amire szükségünk van, az mind nálad van. És köszönjük, hogy olyan bőségesen megajándékozol és megáldoz bennünket azokkal a javakkal, amire szükségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell éheznünk. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád bátran, kérhetünk tőled, és te felhatalmaztál erre. Hadd éljünk ezzel bölcsen. És hadd kérjünk most téged arra, hogy bocsáss meg nekünk, amikor zúgolódtunk, elégedetlenek voltunk, amikor hagytuk, hogy eluralkodjanak rajtunk érzések, indulatok, és rabjaivá lettünk ezeknek. Szeretnénk most kérni téged, hogy változtass a mi gondolkodásunkon, ott, ahol még kell. Ott, ahol még látsz hiányosságokat, gyengeségeket, erőtlenségeket, bűnöket, te tisztogass meg minket. És hadd tudjuk magunkat most odaszánni ebben az órában, és életünk minden idejében arra, hogy legyünk eszközökké a te kezedben, akiket te formálsz, te alakítasz a te látásod szerint, a te akaratod szerint, és te légy az Urunk, aki elvégzed azt a munkát, amit elkezdtél a mi életünkben. Hadd legyen része ennek ez a mai alkalom is, hogy végezd a te újjáteremtő munkádat bennünk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk a Máté evangélium a 7. részéből, a 7. verstől a 12. versig. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap. És aki keres, talál. És az zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az az ember közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e néki? Azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mert ez a törvény és a próféták. Testvérek, gondolkodtatok-e már azon, hogy miért hatalmaz fel Jézus bennünket arra, hogy kérjük? Vajon miért tesz egy ilyen nagy ajánlatot nekünk Jézus, hogy kérjetek és adatik néktek? Azért, mert nem akarja, hogy mi koldusok legyünk ebben a világban. Nem akarja azt, hogy mi olyan emberekké váljunk, akik úgy éljük meg az életünk napjait, meg az életünk idejét, hogy folyamatosan csak nyöszörgünk és koldulunk, és vágyakozunk azok után, a dolgok után, amire nekünk szükségünk van, vagy ami igazán kell nekünk ebben az életben. Ez egy nagy lehetőség. Nagyon sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel. Tudják ezt az igét, hallották ezt az igét talán nagyon sokszor, de olyan elveszett életet élnek emberek, mert ezt az igét nem vették komolyan, és nem éltek ezzel az Isten adta lehetőséggel. És ilyenkor az ember nem hasznára lesz az ő embertársának, nem hasznára lesz a közösségének, hanem a kárára. Mert állandóan csak a keserűségét, a hiányérzetét, a problémáit fogja sorolni az embereknek. Ez a világ mindig is nagyon hangos volt az igényektől, az elvárásoktól, és nem véletlen ez. Mert nagyon sok ember él ilyen koldus életet. Nekünk mindnyájunknak vannak igényei és vannak elvárásaink. Vannak olyan dolgok,
amiket látunk, hogy nekünk erre szükségünk van, és mi ennek nem egyszer hangot is szoktunk adni. Sőt, ezen felül, hogy lennének igényeink és elvárásaink, még követeléseink is vannak. Néha jogos, néha kevésbé jogos követeléseink. Amikor egy ember állandóan maga körül forog, akkor nagyon hamar eljut oda arra a pontra, hogy elkezdi látni azokat a dolgokat, amik nincsenek meg az életében. Egyébként többször beszéltem már az irigységről, ez az irigységnek az egyik forrása, amikor mindig magunk körül forgunk. És amikor így megragadja a gonosz ezeket a pillanatokat, akkor felnagyítja a mi szükségeinket, a mi hiányainkat. Akkor azok a dolgok lesznek előttünk, amik nem is biztos, hogy kellenek nekünk, de milyen jó lenne, ha meg lenne. Mit kezdhetek ezzel a helyzettel? Hát benne ragadhatunk ebben a helyzetben, testvérek, és maradhatunk egy életen át ilyenek. Akik azon fogunk keseregni, hogy mennyi minden kellene még, mennyi mindenre van szükségem, mennyi minden hiányzik még az életemből, mennyi mindent adhatna nekem az Isten, és nem ad nekem az Isten. Teljesen átadhatom az életemet ennek. Minden időmet, minden gondolatomat e köré fogom csoportosítani, és állandóan ebben fogok őrlődni, hogy mi kell még, mi kell még, mi kell még. Ez is egy kódus élet. Egy nincstelenség. Olyan nincstelenség, amiben lehet, hogy jól lakottan és bővölködve élek, na de hát még mindig sok minden van, ami nincs meg az életemben. Ez az egyik, amit tehetek, hogy teljesen odaszánom az életemet ennek. A másik dolog, hogy az igényeimet, a szükségeimet teljes mértékben rázudíthatom az embertársaimra, a gyülekezetemre, a családtagjaimra, a körülöttem élőkre, és állandóan ostromolhatom őket azzal, hogy ti adjatok nekem, ti segítsetek nekem, ti oldjátok meg az én problémáimat, ti legyetek azok, akik odaadjátok azt, amire szükségem van. Ezért van nagyon sok családban háború. Sok gyülekezetben ezért van háború. Sok ilyen élősködő ember van, aki mindig jön azzal, hogy neki mi kell. És teljesen leszívja az emberek erejét, a lehetőségeit, mindent. Azt mondja Jakab egyébként, az ő levelében, hogy ezért vannak háborúk köztetek, a ti testetekben dúló kívánságok miatt. Ne értsük félre, nem azokról a helyzetekről beszélek, amikor igazán szüksége van valakinek segítségre, hanem arról beszélek, amikor minden aprósággal, amit talán egyedül is meg tudna oldani, azzal is odafordul máshoz, és te old meg helyettem. Amikor saját magáról nem akar már az ember gondoskodni, hanem elvárja, hogy mindenki más gondoskodjon róla. Ilyenkor nagyon könnyen megesik az, hogy kihasználom mások jó indulatát, és visszaélek vele. Ez egyfajta gonoszság. Amikor visszaélek mások szeretetével, javaival, türelmével, figyelmével, úgy, hogy bennem meg egy nagy adag szeretetlenség van. De az is megtörténhet, hogy nem fogják tudni teljesíteni az én kívánságaimat, a körülöttem lévők. Nem fognak tudni eleget tenni az én vágyaimnak, az én elvárásaimnak. És ilyenkor megharagszunk rájuk. Miért nem? Pedig megtehetné. Pedig én úgy gondolom, hogy neki módjában áll, vagy lehetőségében áll. És ilyenkor egyre jobban fogunk haragudni másokra. És azt fogjuk észrevenni, hogy egy idő után szinte mindenkire haragszunk. Te ezt nem tetted meg, te azt nem adtad meg, te ebben nem segítettél, te abban nem voltál jó hozzám, amikor én kértem a te segítségedet.
és össze fogjuk gyűjteni ezeket a dolgokat, amik miatt haragudhatunk másokra. És győzött a gonosz. És mit használt ki? Azt, hogy csak magam körül forogtam. Egy megrekedt keserű élet lesz ebből. Benne ragadok a haragomban, benne ragadok a keserűségemben. És már is elérte a célját az ördög ezzel, mert azokat az eszközöket használta csak ki, amiket én szívesen használtam. És az ördög meg visszaélt vele. El fogunk jutni ebben oda, hogy kárhoztatni fogjuk a másikat. Ítélkezni fogunk, amiről az előző alkalommal beszéltem. És méltóvá válunk magunk is a kárhozatra. Mert menthetetlenekké leszünk az ítélkezésünk, a haragunk miatt. Ez történik akkor, amikor én emberektől várom azt, amire szükségem van. Ezek mellett van egy másik lehetőségem, amivel élhetek. Meghallgathatom a Jézus tanácsát. Jézus tanácsa az, amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Ezt tanácsolja Jézus. És előtte, a 7. versben azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek. Gondolkodtunk ezen, hogy mi a két igeversnek a kapcsolata. Kérj, és amit akarsz, hogy veled tegyenek, azt tedd. Két igevers között az a kapcsolat, testvér, hogy Jézus szeretne megtanítani téged, meg engem arra, hogy te ne az az ember légy, aki folyamatosan elvár, meg követelőzik, meg az igényeit sorolja, hanem légy az az ember, aki előbb ad. Hát ilyenkor szoktuk mondani, hogy hát, de nincs. Azt mondja Jézus, akkor kér tőlem. Kér tőlem, hogy legyen, és amikor odaadom neked, akkor lesz miből adnod. Ne az emberektől kérd azt, ami az embereknek sincs sokszor. Ami nem áll módjukban, vagy nem tudnak neked benne segíteni. Azt mondja Jézus, kér tőlem. Egy kicsit érdemes lenne megállni, testvérek, és végig gondolni, hogy milyen kérésekkel szoktunk mi jönni az Úr elé. És végig gondolni a mi elvárásainkat, kéréseinket, és átgondolni azt, hogy melyikek azok, amiket az Úrtól kellene elkérnünk. És melyikek azok, amiket nem kellene kérnünk az embertársainktól. Akkor fogsz tudni adni, ha előbb elkéred az Úrtól. Testvérek, a keresztény élet nem kódus élet. A keresztény élet nem lődörgés a szükségleteim, meg az igényeim útján, meg az elvárásaim útján, hanem haladás a keskeny úton. Királyi gyermekként haladok a számomra kijelölt úton. Nem koldusként lődörgök, hanem királyi gyermekként haladok. Óriási a különbség a kettő között. Te melyiket teszed? Nagyon fontos kérdése az életünknek. A keresztény élet nem attól lesz teljes élet, hogy mi mindent elvárunk másoktól. És egyre inkább ebben akarunk kiteljesedni, hogy nekünk egyre nagyobb és több elvárásunk van mások felé. Hanem attól lesz a mi életünk teljes, hogy mik azok a dolgok, amiket mi adhatunk másoknak. Sok hívő ember, és ezt ne értsük félre, nagyon sok hívő ember rááll arra, hogyha én hitben járok,
ha én elindultam a hit útján, akkor az összes többi hívő embernek az a feladata és kötelessége, hogy engem eltartson, én velem együtt érezzen, rólam gondoskodjon, pattanjon, hogyha valami szükségem van, ugorjanak, hogyha én sóhajtok egyet. És egy csomó zűrös kapcsolat van hívők között, amiatt, hogy ennek nem tudnak eleget tenni. Hadd bátorítsam a hívőket, nem is kell eleget tenni nekik. De ne is légy az, aki elvár. Légy az, aki ad. Aki meglátja az igazi szükséget, meglátja, hogy hol kell megmozdulnia, ez jelenti haladni a hit útján, hogy nyitott szemmel járok, és majd mozdulsz, amikor kell. Ilyenkor kellene megállni, és végig gondolni azt, testvérek, hogy jogosak-e a mi elvárásaink mások felé. Mondok részletes példákat. Jogos-e az elvárásod akkor például, amikor azt várod a másiktól, hogy ő szeressen téged? Tudod-e úgy szeretni, ahogyan várod, hogy ő szeressen? Jogos-e az elvárásod szülőként, házastársként, amikor azt várod a másiktól, hogy bízzon benned, de te mindenben bizalmatlan vagy? Mindent megkérdőjelezel. Mindenre fintorogsz, amit a másik szeretne megosztani veled, mert sejtetsz mögötte valami álnokságot vagy hazugságot. Jogos-e az elvárásod, amikor azt várod a másiktól, hogy megbecsüljön téged? Tudod-e legalább annyira becsülni őt, mint amennyire várod? Vagy még jobban? Mennyire becsülöd a másik embert? Sokszor úgy bánunk egymással, mint a rongyal, de olyan elvárásaink vannak feléjük, hogy én legyek a legmegbecsültebb közöttük. Hát nyilván, mert megérdemlem, hát mi másért. Jogos-e az elvárásod a megbecsülés terén? Jogos-e az elvárásod a törődés terén? Olyan sokszor elbukunk ebben, hogy várjuk, hogy minden rezdülésünkre figyeljenek az emberek. Mindenre ugorjanak, mert nekem fáj, nekem rossz, nekem nem esett jól. És meg teljesen érzéketlenek vagyunk mások felé. Nem tudunk megindulni mások baján, nyomorúságán. Nem tudunk együttérzők lenni, segítőtársak lenni benne sokszor. Jogos-e az elvárásod ilyen téren? Jogos-e az elvárásod a segítségnyújtásban? Nekünk jól esik az, ha segítenek nekünk. De ki érzi, ki tapasztalja a te segítségnyújtásodat? Ha van, aki tapasztalja, adj ma hálát érte, mert adtál valamit, amit te is kaptál. Ha nincs, ha senki nem tapasztalja a te segítségnyújtásodat, akkor baj van. Akkor nem jogos a te elvárásod. Ilyenkor szoktuk feltenni a kérdést, hogy hát mindent én tegyek meg. Nem. Csak azt, amit elvársz másoktól. Azt mondja Jézus, amit akarsz, hogy veled tegyenek, tedd te is ugyanazt. Ebben benne van az is, hogy ugyanazt tedd, meg ugyanolyan mértékben, ugyanolyan odaadással, ugyanolyan szeretettel, ugyanolyan figyelmességgel, ugyanolyan tűzzel. Ha nem tudod adni, akkor ne várd. Akkor tedd félre az elvárásaidat. És akkor állj oda Istennel, és mondd el, hogy Uram, nekem nincs mit adnom. Én eddig csak vártam. Én eddig csak követelőztem. Én eddig csak parancsolgattam. Megharagudtam miatta, ha nem tettek eleget neki. Uram, adj nekem, de azért, hogy tudjak adni. Feltevődik a kérdés, hogy akkor mi lesz az elvárásaimmal, aminek eddig éltem. Azt mondja az Úr, hogy az elvárásaidat a
követeléseidet ma nagyon át kellene gondolni. A gyermekeid felé, a családod felé, a társad felé át kellene gondolni. És meg kellene belőle térni. Mert eddig ez volt elő. Ha megfigyelitek ezt az igét, amit felolvastam, akkor ez nem elő van benne, hogy kérj és várj, hanem azt mondja Jézus, hogy előbb adj. Add azt, amit szeretnél kapni. Térj meg ebből a fordított életből, hogy te mindig előbb kapni akartál az emberektől. Te előbb akarj kapni az Istentől, utána adj, és majd csak harmadjára legyen ott a sorrendben, hogy esetleg valamit kapsz vissza az emberektől. Azért mondom, hogy esetleg, mert egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt fogod visszakapni, amit adtál. Lehet, hogy semmi jót nem kapsz vissza. Nem baj. A te életed ne attól legyen teljes, hogy mit kapsz vissza. Azok részleges, hiányos visszaigazolások. A te életed attól legyen teljes, hogy a te kapcsolatod Istennel egészséges és rendben van, amiben kérsz olyan dolgokat, amivel szeretnél jó sáfárkodni. És attól legyen teljes, hogy te adsz. Odaadod az embertársaidnak azt, amit vársz tőlük. Akár ezeket a dolgokat, amiket itt felsoroltam az előbb, hogy tisztelet, megbecsülés, bizalom, törődés, figyelem, odaszánás, jóság, mind-mind legyen ott előtted, hogy előbb gondold végig, hogy oda tudod-e adni ezeket a dolgokat. Dobd félre az elvárásaidat. És légy azzá az emberré, aki nagyon jól átgondolja, hogy mik azok a dolgok, amiket elvár, és lehet, hogy ebben az átgondoltságban el fogsz jutni oda, hogy az elvárásaid nagy részét félredobod. Nincs is rá szükséged. Ami megmarad, az a állj oda az Úr elé. És mondd el, hogy Uram, ezeket szeretném kérni tőled. Nem mindet egyszerre, hanem mindig azt, ami éppen fontos. Amit éppen adnom kell a másiknak. Amire éppen szüksége lesz a másiknak, azt fogom elkérni tőled. Miért állj oda az Úr elé? Hogy legyen mit adnod. Az Istennel való járás bővölködő élet. Bővölködni fogsz az Isten ajándékaiban, bővölködni fogsz abban, amit odaadsz. Lehet, hogy abban, amit visszakapsz, nem fogsz bővölködni. De neked megmarad az Istennel való kapcsolatod, amiben ő majd kárpótol. Amiben ő majd odaadja azt, amire szükséged van. A múlt héten találkoztam valakivel, aki röviden bizonyságot tett arról, hogy Isten őt még sose hagyta cserbe. És amikor ő adott, Isten mindig sokszorosan pótolta ki számára azt, amit ő odaadott. És nem maradt az Isten szégyenben. Tudjátok, testvérek, ilyen az az élet, amiben rábízom magamat az Úrra. Amiben nem az elvárásaimnak élek, hanem annak élek, hogy eleget tegyek az Isten akaratának. Te melyiknek akarsz eleget tenni? Az elvárásaidat akarod megvalósítani? Vagy azt mondod, hogy Uram, szeretnék az az ember lenni, aki odaadja a másiknak, amire szüksége van. Szeretném megfogadni a te szavadat, amikor azt mondod, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek. Mit teszel te, testvér? Tudod, ha tudnál jót cselekedni,
és nem cselekszed, bűnöddé lesz. Ha elvárásaid vannak csak, az még nem jó cselekedet. Az még csak bűn. Ha te már leszel olyan engedelmes eszköz az Isten kezébe, aki odaadja az Istentől kapott ajándékait másoknak, akkor hiszem, hogy az Isten áldása nem marad el az életedről. Isten úgy készített áldást a mi számunkra, hogy megnyitotta a lehetőségek tárházát akkor, amikor azt mondta, hogy kérjetek és adatik néktek. Az áldást abban fogod megtapasztalni, amikor te kérsz, kapsz és adsz. Ez a sorrend. Isten áldjon meg azzal a tisztán látással, amiben ez a sorrend mindig ott lesz előtted. Így hadd kísérje áldás a mi életünket. Így legyen. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy meg akarsz tanítani arra az életre, amiben rád figyelünk a te akaratodra, amiben neked engedünk, amiben azt tartjuk szem előtt, amit te mondasz, ahogyan te mondod. Úr Jézus, kérünk, hogy tisztítsd meg a mi gondolkodásunkat, tisztítsd meg a mi szívünket, a mi értelmünket az elvárásoktól. Hadd legyünk olyan gyermekeiddé, Urunk, akik valóban tőled kérünk, de csak azt, amire igazán szükségünk van. És csak azt, amit valóban szeretnénk odaadni másoknak. Nem a magunk javára, a magunk dőzsölésére kérünk, hanem arra, hogy hűs áfára így legyünk ebben az életben. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meg akarsz tanítani az emberek között élni. Úgy, hogy valóban, amit akarunk, hogy az emberek velünk cselekedjenek, mi is azt cselekhessük. Hadd legyünk ilyen gyermekeiddé. Hadd legyen a te néped ilyen néppé. Te szabadíts meg a felesleges elvárásoktól. Segíts ma ebben számot vetni, és megtérni ezekből. És így hadd legyen miénk a te áldásod, amit elkészítettél a mi számunkra. Hogy így tudjunk dicsőséget szerezni a te nevednek most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy a Reán következő hét bűnbánati hét. Készülünk a pünkösdi ünnepre. Kedden bűnbánati istentisztelet fog elhangzani, és pénteken. Készüljünk majd az úrvacsorára. Még nem tudjuk, hogy családi úrvacsora lesz háznál, vagy tudunk majd jönni templomba, erről majd tájékoztatjuk a testvéreket. De ugyanúgy, ahogyan a húsvét ünnepén készítsük majd elő a kenyeret és a bort, és családi közösségben tartsuk meg az Isten tiszteletet, és éljünk majd az úrvacsorával. Isten áldjon meg mindnyájunkat, fogadjuk az áldást. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.